Miután a repülőgépek kötelékbe rendeződtek, elindultak az első kijelölt ellenőrzőpont Eszék légtere felé. Holmár Zoltán történész szerint 1944. szeptember 6-a az a nap volt a város történetében, amikor a nyíregyházi lakosok először szembesültek testközelből a II. Világháború borzalmaival. Az amerikai vadászgépek 78 éve ezen a napon indultak el százával Olaszországból, azzal a céllal, hogy három hullámban bombázzák a nyíregyházi vasútállomást és annak környékét. A híradások szerint több mint 1000 bombát szórtak ki a gépek. 80 halottja volt ennek a tragikus napnak, több tucat sebesültje, könnyebb, illetve nehezebb módon megsebesült emberek számát foglalja ez magába. Rengeteg földszintes lakóház ugye a hamu martalékává válik a környéken, elsősorban a vasútállomás gyönyörű épület, ami 1909-ben lett átadva, a vele szembeálló 1928-os felavatású szabolcszálló, a környező utcák lakóházai, úgy mint a Toldi utca, Árpád utca, Deák Ferenc utca, Arany János utca, József András utca lakóházait, ez szorványosan 250 kg-os romboló bombákkal pusztították el az amerikaiak. Mindössze három hullámban támadtak, ez 15 percet foglalt magába, de így is közel 75 millió pengős kárt okozott. A történész elmondta, a bombázást követően közel 1000-en váltak hajléktalanná. A helyiek még a támadás közben megkezdték a bajba jutottak kimentését. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere szerint a történelmi tragédia tanulsága és egyben üzenete a mai generációk számára az összefogás fontossága. Az emlékműnél koszorúkat helyeztek el a város és a megye intézményeinek megemlékezői. Ennek a mai eseménynek nyilván az a mondani valója, hogy 78 évvel ezelőtt pontosan ezen a napon, amikor itt a környéket lényegében teljesen lebombázták, ugye, és eltűnt nagyon sok minden, amit eddig azok az emberek építettek, akik ott vagy meghaltak, vagy megsebesültek, vagy éppen hajléktalanná váltak, hogy szegényebb világban, amikor már egy 4-5 éve megy a háború, akkor egy nagy összefogással hogyan lehet elkezdeni eltakarítani a romokat, hogyan lehet megoldani a segélyezését azoknak, akik éppen akkor hajléktalanná váltak, és az erre épülő generációk, hogy eljöjjek addig, amíg ez a nem tudom, negyedik új épület felépült itt a nyíregyházi állomás történetében, lehet ezekkel az összefogásokkal egy sokkal szebb és jobb világot építeni. A túlélők visszaemlékezései szerint a légiriadót követően a lakosság az óvóhelyekre menekült. Sokak számára, akik épp a piacon voltak, a takarékpalota falai nyújtottak oltalmat. Mások arról számoltak be, hogy sötét füst borította el az eget, amelynek egy része a dohánygyár épületéből jött. Így nézett ki a támadás előtti vasúti pályaudvar, ma pedig így.